A Nemzeti Védelmi Szolgálat elkapott egy korrupt orvost. A férfi pszichés betegeket toborzott, akiktől több százezer forintot kért el, de a kezeléseket egy államilag finanszírozott kórházban végezte. Információink szerint az ismert páciensek azért akartak egy vidéki kórházban gyógyulni, mert drog vagy alkohol problémáik voltak. Az osztályvezető főorvos sok százezer forintot kért a diszkrécióért. A Nemzeti Védelmi Szolgálatról már láthattak a radarban riportot. Ez a szervezet a bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok mellett védelmi funkciót is ellát, például az egészségügy területén. A Nemzeti Védelmi Szolgálat egyik alapfeladata, hogy az állami egészségügy területén elkövetett bűncselekményeket felderítse, és ezeket visszaszorítsa. Természetesen védelmi funkciónk itt is kiterjedt, tehát amennyiben az állami egészségügyben dolgozókat ér fenyegetés, zaklatás, támadás, akár zsarolás, akkor is mi vagyunk, akik közbeavatkozunk. A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentés alapján indított nyomozást a Zala vármegyei rendőrfőkapitányság egy orvossal szemben. A gyanú szerint az egyik nagykanizsai kórház egyik osztályvezető főorvosa a magánbetegei számára a kórházi pszichiátria VIP szobájában az állami ellátás keretében jogosulatlanul biztosított diszkrét ellátást olyan pacienseknek, akik el akarták kerülni a nyilvánosságot. A 62 éves osztályvezető főorvos teljes diszkréciót ajánlott az ismert betegeknek. A kezelésért az orvos jelentős összegeket kért. A páciensek két budapesti személlyel vehették fel a kapcsolatot, ők voltak azok, akik felhajtották a betegeket az orvosnak, ezért természetesen ők is több százezer forintot kértek, majd ők hozták össze az orvossal a betegeket. Az úgynevezett felhajtó emberek voltak az összekötők a VIP páciensek és az orvos között. A betegek ennek a két embernek a számlájára utalták a kért összegeket, amiből ők továbbosztottak az orvosnak. Az orvos rendszeresen a családtagjai számlájára kérte a pénz kifizetését. Információink szerint az ismert személyek drog és alkohol problémák miatt keresték fel az orvost, ezért szerettek volna teljes diszkréciót. A Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint az Zala megyei rendőrfőkapitányság összehangolt akció keretében több helyszínen kutatást tartott a gyanúsítottaknál. Ennek eredményeként mobiltelefonokat, iratokat, számítástechnikai eszközöket, valamint 22 millió forint készpénzt is lefoglaltak. Azoknak a személyeknek, akik ezt a kezelést igénybe vették, vesztegetés büntet miatt kell felelniük. A rendőrség az orvoson kívül gyanúsítottként hallgatta ki a két pácienst felhajtó szervezőembert és a négy ismert szemét, akikről természetesen személyiségi jogok miatt a hatóság semmit sem árult el.